köszöntünk titeket a ma esti gondolatébresztésen, ahol az első téma a digitális benszülöttek világába vezet, egy olyan világba, amiről az utóbbi időben számos spekuláció született, arról, hogy a generáció tagjai másként gondolkodnak, másként írnak, olvasnak, működnek, pszichológiailag és biológiailag egyaránt. De vajon valóban így van ez? És aki ezt a problémakört körbejárja ma este, dr. Csépe Valéria, a kísérleti és kognitív pszichológia egyik legjelentősebb hazai alakja, akinek a neve a hazai és nemzetközi tudományos életben egyaránt ismert, és kutatóprofesszor, egyetemi tanár, valamint a Magyar Tudományos Akadémia főtitkár helyettese, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel dr. Csépe Valériát. Köszönöm a bevezetést, szeretettel köszöntök mindenkit, szeretek provokálni. Ezt többen ismerik, és a cím is arról szól, hogy hogyan jutunk el a könyvtől a kütyűig. A könyvről viszonylag keveset fogok beszélni, annak ellenére, hogy a könyvben, ami megtalálható, ennek az olvasása több téma között az egyik kutatási témám. Erről azonban csak röviden beszélnék, mert a kütyükről sokkal több dolog jelenik meg manapság, és a kérdés az, hogy ezeknek mi a tudományos háttere. És elég összetett, de megpróbálok róla egyszerűen beszélni. Nevezetesen arról, hogy van valami, ami a bűvös emberi kommunikáció, aminek mindenféle része van, hiszen nem csak az ember kommunikál, hanem sok mindenki más is, tehát egyszerre gesztikulálunk, különböző metakommunikatív jelzéseink vannak, húzogatjuk a szemöldökünket, vágjuk a pofákat, de azért beszélünk is. Beszélünk, ami kialakult valahogy, beszélünk, aminek megvan a háttere, nevezetesen az a háttere, amely az olvasással, írással kezdődik, és amelyre úgy néz ki, hogy valami fajta érdekesen működő, átalakuló agy rendezkedett be. A kérdés az, hogy maga az evolúció mit hozott létre? Mit hozott létre? Azokon a területeken, ami a klasszikus írás, olvasás, képek feldolgozása, mindaz, ami egy képben benne van, és amit nagyon sok mondattal lehet leírni. Tehát nevezetesen az, ami a klasszikus ismeretszerzés, örömszerzés, érdeklődő olvasás, tudásszerző olvasás, amiről nagyon sokat hallhatnak, és minden más, ami digi. Tehát mi az, ami digi, hányféle van az összes kütyük, a zsebükben a mindenféle okosok, telefonban és minden más egyébben, a különböző iPad-ekben és mindenféle, mondjuk ne nevezzünk meg egy adott márkát, tehát távolgépek és így tovább, általában nehezen tudjuk ezeket meghatározni, hogy hányféle minden van, és mi mindent csinálunk ezekkel a kütyükkel. Szóval létezik egy olyasmi, amit úgy hívunk, hogy evolúció, és nagyon sokan nem igazán szeretünk annyira vele foglalkozni, legalábbis azt hiszem nincsenek itt nagyon sokan, akiket pont a béka vagy a krokodil érdekelne, de az a lépcső igen, ami ezt a csimpánz agyat az emberi agytól megkülönbözteti, tulajdonképpen nem olyan rettenetesen sok, de nevezetesen mindaz, ami az öröklési anyagban, tehát a genetikai háttérben történt, és mindabban, ami az agyfejlődés, nagyon sok történt, nevezetesen az, hogy az emberi agy elő van készítve, nem csak elő van készítve, hanem nagyon sok olyan hálózata van, amire nagyon egyszerű rátenni az emberi beszédet, minden létező emberi nyelvet, hiszen egy nagyon széles készlettel indul. Egy olyan készlettel indul, amiben van valami, ami teljesen előkészített. Előkészített, tehát nevezetesen az, hogy minden lehetséges beszédhangot feldolgoz a csecsemő, amikor születik. Vagyis a világra jövő világpolgár minden lehetséges nyelvet tud majd elsajátítani. Az akusztikus jelzéseket, mindaz, ahogy hangsúlyozunk, magyarul hangsúlyozunk, vagy franciául, vagy más nyelven, vagy az angolban ide-oda mozog a hangsúly, tehát ezekre mind elő van készítve a gyermeki agy, de meg kell tanulni, hogy bizonyos jelzéseket, bizonyos feldolgozást, produkciót, amikor beszélünk, milyen nyelvben, milyen módon használunk, tehát a baba
aki a világra jön, bármilyen nyelvű lehet majd belőle, az a nyelvi környezet, amiben fölnő, fogja majd megadni azt a megoldást, amiből ki lehet vonni a szabályokat. Hány tagúak a szótagok, mikből állnak össze, lehet-e sok-sok mással hangzó egymás mellett, mint a gyors vonatban, a bolgárban, a brzvlak, ami magyar nyelvben nem lehet, és így tovább, tehát ezeket mind megtanuljuk. Ami kialakítandó az tehát az, hogy hogyan leszünk anyanyelvi specialisták, egy nyelven, két nyelven, több nyelven, a mindenféle lehetséges beszédhangból hogyan lesz az a kör, amiben dolgozunk, ezek hogyan alakulnak ki, hogyan alakul ki a ritmus, de ezek mind-mind elő vannak készítve, csak éppen dolgozni kell rajta, vagyis formálni kell. Mi történik akkor, amikor beszélünk? Nézzék meg ezt a ikerpárt. Ahogy kommunikálnak. Van benne minden. Nem látod, hogy nincs zokni a lábamontól, egészen addig, ahogy gesztikulál, ahogy a hangsúlyokat használja. Tehát mindent meg lehet csinálni, tulajdonképpen egy szótaggal is, akkor, amikor minden, még mindig nincs zokni a lábán, YouTube-ról letölthető, és vannak nagyon vicces honlapok, ahol meg lehet találni, amit mögé raknak, hogy mit mondhatnak egymásnak. Tehát erre nem neked beszélek. Tehát gyakorlatilag egy másfél éves ikerpárról van szó, aki mindent használ, egy szótaggal, gesztussal, minden egyébbel, ami a beszéd kezdete, amire fölépül a hangsúly, a nyelvi prozódia. Hé, most mi legyen? Tehát, ha nagyon szeretik ezt, akkor meg lehet nézni bárhol. Tehát a beszéd és a nyelv, a beszédnek, a nyelvnek van egy kialakult agyi területe. Ez egy kicsit homályos kép a jobb oldalon, amit látnak. Az agyi képalkotó eljárásokkal ugye az egyes területeknek az aktivitás változását, aktivitás növekedést, aktivitás csökkenést lehet térképszerűen megmutatni. Ezek általában színkódolt térképek, tehát nem ilyen zöld, meg sárga, meg zöld, lila, piros foltok vannak az emberi agyon, amikor erősen dolgozik. Ezek színkódolt térképek, amik az aktivitás erősséget, annak a változását mutatják. Amit a színes képen, tehát a sárga, piros, zöld képen látnak, az tulajdonképpen azt a nagyon nagy hálózatot mutatja, ami az emberi beszédet kiszolgálja. Mind a két féltekén, ugyanakkor a bal féltekén vannak kitüntetett területek, tehát a piros területet nézik, akkor az a terület, amelyik mindegyik nyelvet kiszolgálja, ha két nyelven beszélnek, tehát annak a motoros, úgynevezett beszédmozgató funkcióit, azoknak a megértését, a hangok feldolgozását, minden, amivel szakmák sora foglalkozik, és azt is meg tudjuk nézni, hogy a hang, beszédhang, tehát általában a hangok, bal oldalt mutatok egy olyat, amivel mi zsonglőrködünk, ezt egy csúnya néven eseményhez kötött agyi potenciálnak hívjuk. Tehát ezekből a cérnaszálakból szoktuk mi megnézni azt, hogy bizonyos hangokkal mi történik, milyen más a beszédhangoknak és más hangoknak, például zenei hangoknak, vagy a fülsiketítő különböző zajoknak a feldolgozása, amik eltéréseket mutatnak. Nézzük tehát, hogy mi történik akkor, amikor az emberiség történetében megjelenik az írás. Megjelenik természetesen, ahogy a bal felső sarokban látják, ugye az egyiptomi írnoknak a szobrocskája, megjelenik nagyon korán, tehát több ezer évvel ezelőtt, és hát megjelenik aztán olyan formában, hogy bizonyos körben, annál nagyobb körben, mint az egyiptomi írnokok, írni és olvasni tudnak. Az egyiptomi írnokok elsősorban egyébként különböző gazdasági számításokat végeztek, egész jól csinálták, aztán mindenféle elszámolásokat az akkori adóhivatalnak és sok minden másnak.
Később jöttek a kódexírók, akik már sokkal többen voltak, és aztán megjelenik durván 200 évvel ezelőtt a közoktatás a fejlett országokban, ami azt jelenti, hogy nagyon sokak számára válik lehetővé az, hogy megtanuljanak írni, olvasni. Írni, olvasni sokféle módon, vagy úgy, ahogy a régi iskolaképen, fekete-fehér képen látják, vagy abban a formában, ahogy ma olvasunk, függőlegesen, sok minden mással. Tehát az olvasásban is van egyfajta átalakulás. Ami azonban az olvasásban történik, az egy olyan fajta változás, amire nem készült az emberi agy, és tulajdonképpen mindegy, hogy kézzel írunk. Tehát maga a feldolgozás az agyban, a kézzel történő írásnál bár más a mozgás, vagyis a motoros összetevője, ha így írunk, mint a kislány a ceruzával, vagy egy klaviatúrán írunk, és egészen másként néz ki az olvasás azoknál a gyerekeknél, akiknek abszolút természetes, hogy kütyükön olvasnak, és azon mindenfélét tudnak ott tenni, és ott várják a történést, ahol éppen ők tesznek valamit, így működik a gyermeki szabálykivonás, tehát az érintő képernyők, azok tipikusan egy adott életkornak valók, nem csak azért, mert nem tudnak olvasni, hanem a hatás helyén történik valami. Ahova nyúltam, ott történik valami. Ez valami csodatitka annak, hogy miért vonzódnak a gyerekek ezekhez a kütyükhöz ennyire. Minden esetre az írás és az olvasás elég sok meglepetést hozott, attól kezdve, hogy sokak számára elérhetővé vált, ugyanis a 19. században jön az, hogy sokak számára úgy néz ki a felirat, mint ezeken a táblákon, amerre menjek, tehát, hogy nem tud megtanulni mindenki írni, olvasni, és persze számolni, de ez egy másik történet. És az írás-olvasás meglepetései jönnek tovább a 20. században, mert még mindig nem tud mindenki megtanulni, írni, olvasni, számolni. És jönnek azok a kutatási adatok, ami az elmúlt 10-15 év, és mindenféle eszközökkel lehet ezt mérni, az agy saját elektromos aktivitását, az elektromos aktivitás által létrehozott icipici mágneses erőteret, lehet mérni a véráramlást, az agyi véráramlás mellett az oxigénszintet, és sok minden más, tehát a technológia fejlődésének köszönhetően sokféle csoda eszköz van a kezünkben. Mit tudtunk meg ezzel a sokféle csoda eszközzel? Nevezetesen azt, hogy a bal oldalon lévő ábrán azt tudjuk követni, hogy az írás-olvasásnál átalakítunk bizonyos területeket. A bal oldalon látnak kék, lila, piros és sárga foltokat, a sárga az egy icipici. A sárga nevezetesen az a terület, ami a két nagy feldolgozó rendszert, a hallás és a vizuális rendszert, az abban szinkronban, tehát egyszerre jövő információkat integrálja, egymáshoz köti. Így működik egyébként a szájról olvasás és a hang, tehát a beszédhangok és a szájmozgás. És még valami történik, ha megnézik a jobb oldalon, tehát ez az első lépcső, hogy elkezdjük összerakni betűt, beszédhangot, beszédhang kiváltja a betűt és fordítva. Egyre nagyobb egységeket tudunk feldolgozni, kibetűzni, és addig gyakoroljuk, ez a jobboldali agy, ez olyan, mintha bemennének egy autó alá, mint a szerelő, mert hogy jobb oldalon van a bal oldalon van a jobb oldal, alul van a hátsó része, fönt van az első rész, és alulról látjuk az egész agyat. Kialakul egy olyan terület, ami szakosodik a szóformákra. Minden szót nagyon gyorsan el tudunk úgy olvasni, hogy meg is értjük. Mindegy, hogy kisbetű, nagybetű, dőltbetű, vastagon írt betű, kék, sárga, piros, orvos írta, az utóbbit főleg a gyógyszerész tudja elolvasni, de elvileg lehetséges, hogy ezeket mind el tudjuk olvasni. Tehát átalakul az agy, és amit ma erről gondolunk, annak van egy nagyon érdekes neve, ez az újrahasznosítás vagy recycling. Tehát nevezetesen arról szól, hogy azok az előkészített területek, egyrészt azok, amik a
beszéd alapján, tehát hallás alapján és sok minden más információ alapján elsajátították a nyelvet, erre hogy rakjuk rá az írást, ezek hogy kapcsolódnak össze. Tehát lesz ugye középen az a piros terület sok-sok nyillal, ami lesz ez a szóforma felismerő terület, ez a gyors és értő olvasásnak az egyik alapja. A másik, hogy ha valami olyasmit látunk, hogy sose hallottuk, nem tudunk angolul, akkor Shakespeare-ből hakespeáre lesz, de ki tudjuk olvasni, tehát betűzni tudunk, tehát ezt a kétfélét fogjuk összerakni. A recycling vagy újrahasznosítás lényege, hogy olyan agyi területekből, amik másra készültek, az olvasás kisajátít egy új területet, ezt a területet más funkcióra, és megcsinálja azt, amire nem készült, de meg tudja csinálni. Jobb oldalon ugyanez a homályos kép annak a kutatónak az előadása 2 évvel ezelőtt az akadémián, a World Science Forumon Stanislas Deánnak hívják, aki ezen a területen a egyik meghatározó, és a újrahasznosítás egyre erőteljesebben jelenik meg az olvasás értelmezésében. Igen ám, az olvasást meg tudjuk csinálni, átalakulnak a funkciók, de nem változott meg az evolúció. Mindenkinek újra, minden egyénnek ezt újra föl kell építeni. Nem tudunk, nem ismerünk olyan tudományos adatokat, amik azt mutatják, hogy ez meg lenne. A kérdés tehát, hogy a digi, mindenféle digi, és nem mindegy, hogy milyenről beszélünk, még az internet sem mindegy, hogy mit csinálunk rajta, különböző tartalomkereséseket játszunk, csetelünk, blogolunk, Facebookon teszünk, veszünk, kapcsolatokat alakítunk, tehát sokféle eszközszintű használat van. A 21. század persze arról szól, mint az előző kettő, hogy még mindig nem tud mindenki megtanulni, írni, olvasni és számolni. De hogy nem tud megtanulni, olvasni, az abból következik el, hogy annyit használja a kütyüket, hogy már elfelejtette a nyelvét használni, ebben nem vagyok teljesen biztos. Vannak mindenféle mítoszok. Az egyik arról szól, hogy úgy elbutulunk, hogy csak na, vagyis az internetnek van egy olvasás sorvasztó hatása. Ha van olyan internetes oldal, amin csak képek vannak, akkor szóljanak nekem. Mindenhol van valami olvasnivaló. A kérdés, hogy mennyi, milyen tartalmat keresünk, mit csinálunk rajta, tehát az olvasás nem tűnik el teljesen, esetleg máshogy olvasunk. Kérdés, hogy internetről beszélünk-e, vagy az okostelefonjainkról beszélünk, ahol időspórolásból természetesen máshogy írunk. Bevezettük az emotikonokat, ami jelzi, hogy jókedvűek vagyunk, vagy rosszkedvűek vagyunk, ezt már e-mailben is használjuk, meg sok mindenhol máshol is használjuk. Nem írunk ki mindent, hanem eltolódtunk egy adott irányba, hogyha megfejthető a mással hangzók alapján. Ez ugyanúgy, mint ahogy a képernyőn megjelenik, egy fül, meg a TXT, az azt jelenti, hogy a nagyot hallók a szöveget itt és itt találhatják. Tehát van egy állandó kreatív változása az írás használatnak, tehát kérdés, hogy miről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy sorvaszt, és a sorvaszt hogyan sorvaszt. És milyenek a digitális benszülöttek? Van az agy evolúciójának egy új korszaka, ha az olvasásra nem alakult át, akkor miért alakult át az összes digire? Mindenre, ami digi. A telefontól kezdve mindenféle kütyű, ami létezik, ezeket hogyan használjuk. Mellesleg a jobb oldali alsó egy szokásos finországi iskolai osztály, tehát amilyen módon benne vannak a gyerekek abban a világban, amiben felnőnek. Hát hogyan kezdődik ez a digi? Ugye a benszülötte. 2001-es a digitális generációról szóló cikk, amivel kapcsolatban az, hogy az agy másként működik, 2008-ban jelent meg egyetlen egy tanulmány, azóta se egy se. Itt kezdődik? Van-e itt olyan önök közül nagyon fiatalok, akik Commodore 64-et használtak? Ugye? Valahol itt kezdődik. Vagy itt kezdődik? Van-e olyan, aki Sinclair-t használt? Jó, be tudom satszolni az életkorukat. Az első Sinclair ZX Spectrum, amivel gyermekeim elkezdtek játszani. A kisebbik még beszélni nem tudott rendesen,
De ugye ezeknek a rendszereknek megvolt az a hibája, hogy arról a ronda kazettáról kellett beolvasni a programot, és hol sikerült, hol nem. És volt a tape jódingejoj, ami még nem ment, se nem beszélt rendesen, se nem olvasott, a hiba üzenetet felismerte, annak vizuális mintázatáról. Több diplomás apuka örjöngött, hogy kitalált ki olyan hülye játékot, hogy egy forgalmas autópályán kell egy síléccel átmenni, de síelni imádott. Úgyhogy a gyerekek megkérdezték, hogy átvigyünk? Valahol itt kezdődik az, hogy egy normális, mindennapi, természetesnek tekintett eszközhasználat alakul ki. Ehhez megvannak azok az agyi struktúrák, amik, mint említettem a beszédnél, szabálykivonásra épülnek, a környezet valószínűségeit leképezik, ahogy a pszichológiában mondjuk reprezentálják, és ezek jelennek meg ezekben a játékokban. Ennek használatában előtte volt videós generáció, meg mindenféle, és amikor a tárcsás telefonok szerintem olyat már biztos nem használtak. Után megjelentek a nyomógombosak, vagy láttak múzeumban, vagy nagymamánál, vagy mit tudom én hol. Tehát ezek eltűntek szépen. És megjelent mára az, hogy az egyik oldal azt mondja, hogy fantasztikus dolgok történnek, átalakulunk, új evolúció. A másik azt mondja, hogy minden bajunk oka. Minden bajunk oka a figyelemterhelésér, a figyelemzavarér, az elbutulásér, az olvasási zavarér, sőt, még kövérek és boldogtalanok és buták és betegek leszünk, mert annyit ülünk a képernyő előtt. Hát ezt nem tudom megmondani, mert ez nem a kutatási területem, hogy hogyan butulunk el és hogyan sorvadunk el, de abban sem vagyok biztos, hogy éljen az agy evolúciója, ez most a digivel történik. Valószínű, hogy ennél is egy másfajta működést újra és újra rá kell tenni, amiben nagyon sokféle másfajta működés, másfajta gondolkodás van, mint ahogy másfajta gondolkodású és másfajta gondolkodásra épít egy prezentáció, ami lineáris rendszer és ami nem lineáris rendszer, mert mélysége, rétege van, kereshetünk benne, tehát ugye a gondolattérkép föltalálódott prezentáció formájában. Kérdés tehát, hogy a digitális benszülöttek agya más-e? Nem biztos. Minden esetre tanulmányozható a virtuális valóság. Tanulmányozható modern képalkotó eljárásokkal. Mágneses rezonancia képalkotó eljárással, hogyha sikerül a két rendszert olyan jól szinkronizálni, hogy egy virtuális térben kell tájékozódni, és azok a területek fognak megjelenni, mint az agytérképen látják, amelyek ennek az információnak az állandó feldolgozását, a tájékozódást segítik. Ez hasonlít ahhoz, feltehetően, mint ami a valóságban történik, amerre mi most elindultunk, az a virtuális valóságnak egy olyan területe, ahol egy ilyen avataros rendszerben lehet tenni-venni, és ott vezetjük el, hogy mi történik, annak van az igazi megbízhatósága. És tanulmányozható az is, mint ahogy ezen a képen látják a kék, szürke, piros figurákban, hogy amikor valamilyen játékot játszom, és az alul lévő képen az a szürke labda az én kezem, hogy mi történik akkor, hogyha azt kell megjósolnom, hogy én a szürke kezű mikor dobom el a labdát és a többiek, vagyis kontrollálok valamilyen helyzetet, követek, vagy én határozom meg. Ebben lehet tanulmányozni mindazt, hogy ebben a térben mi történik, sőt azt is lehet, amit koreai kollégáim ezen a területen az egyik most már legnevesebb kutató csoport foglalkozik, hogy a számítógépes játékok iránti oldhatatlan szenvedély az milyen agyi aktivitás változásokkal jár. De ez egy régi dolog, nevezetesen azért, mert már 2000-ben született egy olyan vizsgálat, ami tájékozódást vizsgált, és egy adott társaságot vizsgáltak, nevezetesen ezt a figurát, aki bal oldalt lent látható londoni taxisofőröket, ez a idegtudomány, kognitív idegtudomány pszichológia területén egy elhíresült kísérlet,
És ebben a kísérletben, amit jobb oldalt látnak a két nagy sárga pacni, ez az a terület, ami lent van mélyen az agyban, egy tengeri csikóra hasonló terület, a hipokampusz, és annak a környéke. Az a parahipokampális terület, ami azt a térképet viszi, úgy hívjuk kognitív térképet, aminek alapján tájékozódunk a térben. Ennek a vizsgálatnak a tavalyi változata, ezt megnézte GPS-szel. A GPS-nek kiszervezünk olyan funkciót, amiben mi emberek, és mi nők különösen nem vagyunk nagyon jók, nevezetesen a téri tájékozódás. Azonban, ha ezt teljesen kiszervezzük a GPS-nek, akkor ez a terület nem aktív. Aztán, ha még nem is követjük, hogy mi történik, akkor én az én autómba úgy hívom őt, hogy Gizi, úgy is tájékozódik. És Gizi a préri közepén azt mondja, hogy megérkezett, és a cél a jobb oldalon, és jobb oldalon egy árok, semmi más. Tehát közbe kellene nézni a táblát, és sok minden más. Tehát lehet nagyon sok dolgot kiszervezni a kütyüknek. A lényeg az, hogy én maradok-e ezeknek az ágense. Az én kezemben van egy olyan kontroll, vagy mindent odaadtam neki. Tehát gyakorlatilag van egy jó pár olyan terület, ami arra kíváncsi, hogy mi történik a téri tájékozódásban, mi történik a virtuális valóságban, mi történik a felerősített, úgynevezett augmentált észlelésben, de még ez a terület irtózatosan csecsemőkorban van, vagyis gyerek cipőben jár. Összehasonlítva tehát az olvasással, szinte mindenki olvasni tanul 200 éve, az agyunk más lenne, úgy tűnik, hogy nem. De alkalmas rá, addig dögönyözzük, amíg átalakul erre a feladatra. Egy nagyon kellemes agydögönyözés a kütyüknek a használata, különösen, hogy mindig tudunk vele valamit csinálni, tehát egy állandó visszajelzése van, a motivációs érzelmi rendszerre is jelentős hatása van. Mit használ a digitális benszülött jól az eszközöket? Formális oktatás nélkül megtanul egy jó pár dolgot. Az általam vezetett kutatócsoportban dolgozó fiatalok, átlag életkoruk 30 év, úgy programoznak és használnak mindenféle feldolgozó programot, statisztikai programot, hogy a többségük soha formális oktatásban részt nem vett. Én próbálok utánok rohanni, mert én a hármas szekrény nagyságú számítógépnél kezdtem, de minden új kütyűhöz megpróbálok fölzárkózni, mindig az új eszközhöz, ami egy darabig gyorsabb, mint én, és amikor már lassabb, mint én, akkor váltani kell. Tehát kinek más, milyen az agya? Valószínűleg, hogy azok, akik ezt eszközszinten, tehát a könnyedséggel használják, azoknál egy újrahasznosítás van, mint az olvasás esetében. Nem valószínű, hogy teljesen más lenne, tehát valami új evolúció történne, ugyanis van egy rossz hírem. Nevezetesen az, hogy az e-világot egyelőre nem nagyon vizsgálja szisztematikusan az idegtudomány, tehát hogy honnan az agyra egyre gyakoribb hivatkozás. Az nagyon szép, ez egy kreatív alkotás terméke, de nevezhetnénk akár spekulációnak is, mert az a hivatkozás az mindig onnan történik, hogy a zenészeknek hogy alakul át az agya, a zene hatására miként változik a hálózat, de azt tudjuk, mert akit zavar a hozzáértés, az azt fogja megkérdezni, hogy szólista vagy zenekarban játszik, fuvolán játszik, hegedűn játszik, vagy zongorán játszik. Ha zenekarban játszik, jobbra vagy balra ül a karmestertől, mert aszerint alakulnak át azok a mozgató funkciók és azok az észlelési, érzékelési funkciók, amelyek ehhez a tevékenységhez kellenek, miközben erre is elő van készítve az emberi agy. A ritmus, a különböző hangmagasságoknak, összetett hangoknak a feldolgozása mind a kettőt szolgálja, a beszédet és a zenét is. Tehát a digi agyra következtethetünk, de a legcélszerűbb az, és nekem van egy ilyen furcsa heppem, hogy tudományos kérdésekben érdemes tudományos módszereket használni és azokra támaszkodni, úgyhogy valószínű, hogy erről már nem nagyon fogok leszokni. Minden esetre dolgozunk rajta, mint ahogy látják. Tehát a digi világ az egy csoda, én ezzel akkor kezdtem el foglalkozni,
amikor az érdekelt, hogy az 5 éves gyerekek miért tudják jobban használni a mobiltelefont, mint sok diplomás szüleik, miért dolgozik az apuka a telefonján így, a 10 éves gyerek meg így. Biztos, hogy ez is átalakul, de ezt vizsgálni kell. Köszönöm a figyelmüket.